részt a mi áldásunk képe most napjainkban. Hát zöld szín, még imittam ott látható, nem egybefüggően, csak egy-egy pont látja. Szarvasoknak, hattyúknak, fajtatasoknak nyoma sincs. Hajdamból tanyán, kolostorok, majorságok, izimalmok nyomtalanul eltűntek. Lényegében a fokozatos és letagadhatatlan hanyatlás képe, ez a jelek szerint még 10-15 évkel hozzá, hogy ez teljes legyen. Erre persze, hogy azt mondhatja, hogy mindez ugye a kulturális hatások természetes következménye. Kézen fekvő, hogy a régi életnek át kellett engedni a helyét az újnak, így van, elfogadnám, ha itt a kiirtott erdőkrén utak lennének vasútak, ha itt üzenek, gyárak, iskolák lennének, ha a lakosság egészségesebb, gazdagabb és okosabb, de szó sincs. A járásban ugyanannyi a mocsára szűnök, utak ugyanúgy nincsenek, nyomor, az van. Itt a légtér vívott kilátástalan küzdelem meghaladt az emberek elejét. A éhező, a didergő ember úgy az életét akarja megmenteni, a gyerekeit védeni, és ösztönösek a bármi után, hogy melegethessen, hogy csillapíthassa az éjségét, és elpusztít mindent, anélkül, hogy gondolna holnapra, és szinte már minden le van rombolva, és helyette nincs semmi. Következő a messég, a tudatlanság, a teljes elkorcsosság.